outside with my head in the clouds. Nothing in this world can bring me down. I know it's a scary place with all these faces. Everywhere I go, I keep singing out. It's gonna be a good, good, good day. I'm gonna sing all my blues away. Everything's alright when I got you by my side. It's gonna be a good, 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 good day. Do 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 do. Az osztályod? A legjobb, a 9-e. És hogy tetszik a délelőtt? Délelőtt hát hidegen indult, tehát kicsit ködös volt, de aztán most nagyon sokat fejlődtek, szóval én büszke vagyok rájuk. És szerinted összefortak már egyetem az osztályközösség? Még nyilván nem, tehát ez több idő kell, de egy nagyon jó úton indultak elfelé, tényleg, szóval szerintem meg lesz, jó lesz ez. Köszönöm. Most itt állunk a Lajos udvaron. Az idő napos és meleg. Kicsit borult. Van pár felhő az égen, remélhetőleg eső nem lesz belőle. Ma nagyon jó időnk volt. Elosztottuk az uzsonnát. A takarítóé. És azt mondta a szívébe. És nagyon aranyos volt. Igen. Hogy tetszett a délelőtti sportos blog?
Hát szerintem nagyon jó volt, hát én mint 9-es nagyon jó élményekkel gazdagodtam, így újoncként, és hát remélem, hogy még ennyi, és még nagyon sok új dologban tudok majd gazdagodni. Love.
Mosi! Hello! Szia, ez egy nagyon jó játék! Nem lehet. Szomorú vagy? Nem. Annyi cserkész van bennem, érted? Hogy tetszik eddig a tábor? Nagyon tetszik, hogy egyszerre építenek a versenyszellemre, vagy hát, hogy ugye így versenyezünk, és illetve de a közösség is közben épül. Hát így körülbelül mindenkivel jobban vagyok, meg mindenki mindenkivel jobban van így az osztályban. Az évfolyamtársakkal is megvan így az egészséges rivalizálás, versengés, de hogy egyébként meg annyira nem veszük komolyan. És mire számítasz a mai naptól? Hát kicsit félek tőle, mert azt mondták, hogy durva lesz, de hát kicsit sajnálom is, hogy vége van, mert tényleg egy jó közösség alakult ki, és hát örülök, hogy itt lehettem, és remélem ma is több új barátot szerzek, vagy hogy még több emberre jobban leszek, és megnyerjük a versenyt. Bírom! Nem! Hajdalom csak a balatekben van! Akkor jó a fáj! OP, no game! Görcsöl a combom! Akkor jó, nem, fáj! Akkor jó, hogy mi nem fogláljuk! Az a kutya!
Szóval a második helyezés. Jobb lett volna az első. Ezen kívül hogy tetszett a Cisztern? Melyik volt a kedvenc programod? Dinnyelvés, egyértelműen. Hát nekem nagyon tetszett. Örülök, hogy így egymásra találtunk igazából, vagyis viszonylag eléggel összekovácsolódtunk. Szerintem nagyon jó volt. Szóval akkor az osztály már összeszokott valamilyen módon a Cisztern alatt? Hát igen, így elég sok mindenkivel így jóba lettünk, úgyhogy igen. Na ez nagyon jó. És mit szólsz a negyedik helyezéshez? Hátulról elsők lettünk, tehát nagyon jó, tökéletes. Melyik volt a kedvenc programod? Talán a leveles a május játék. És ami mit szólsz a harmadik helyezés, ez elég szép, elég dobogós. Szerintem ezt érdemeltük, igen. Talán lehetünk volna ügyesebbek is, de... Figyelj, mi is harmadik lettünk, szóval a D az egy harmadik hely, de ez tökéletes, nem? Ez tökéletes, ez jó. Ez... Srácok, mit szóltok az első helyezéshez? Hát nagyon meglepődtünk, hát és igazából jó meglepetés volt, mert hát örültünk a győzelemnek. Mondták, hogy már régóta C-sek nyerik meg, de nem voltunk biztosak abban, szoros volt nagyon. Mit gondolsz a globális felmelegedésről? Igen. És mit gondolsz arról, hogy wow? Kék. Jau.